Sziasztok, én Osvárt Andi vagyok, a BMW márka nagykövete, és ma reggel a Nőkomment forgatására megyek, úgyhogy gyertek velem, és megmutatom nektek az i3-nak a legklasszabb tulajdonságait. Kezdjük a legelső kényelmi funkcióval, hogy nem kell elővennem a slusszkulcsot, amikor beszállok az autóba, mert érzékeli, hogy az autó közelében vagyok, és tulajdonképpen a kezem érintésére tudom kinyitni és bezárni az autót egy ujjal. Ez nagyon vicces lehet kívülről nézve, mert ez úgy tűnik, mintha nem zártam volna be az autót, csak közel megyek hozzá, és egyszer csak kinyitom. Nyilván nőként az egyik kedvenc funkcióm az ülésfűtés, így télen, vagy a tél közelettével. Állandóan költözöm, jövök, megyek, intézkedek, felújítok, cipekedek, és most is tele van az autóm, például hátul egy szőnyeget szállítok éppen a tisztító felé, meg egy nagy raffia kosarat vettem nemrég, mert a jóga stúdiómba szeretném a jóga matracokat majd ebbe a kosárba tenni. Úgyhogy, hogyha lehajtjuk a hátsó üléseket, és az első ülést, itt az anyós ülést is előre döntjük, akkor közel 2 méter hosszúságú, akár ilyen lapra szerelt bútort is lehet szállítani, ebben is már van sok-sok személyes tapasztalatom. És hogy milyen gyakran töltöm, én itt Budapesten, a városban használom az autót, így azt tudom mondani, hogy hetente egyszer nekem elég a töltés, max. 2-szer. Nagyon sok töltőállomás van már Budapesten, a legtöbb bevásárlóközpontban legalább 4 vagy több zöldre festett parkolóhely van. Van erre egy applikáció, amit a telefonomon, ha megnyitok, akkor látom, hogy hol vannak a legközelebbi töltőállomások, és hogy melyiken van szabad hely, illetve melyik foglalt, hogy feleslegesen ne menjek oda, és applikáción keresztül is tudom elindítani a töltést. Merjetek innovatívak lenni, és modernek, mert ez a jövő, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Most pedig megérkeztünk a Nőkomment forgatásra. Jó napot, Osvárt Andrea, a Nőkomment! Szép napot! Köszönöm! Meg is érkeztünk a Nőkomment stúdióba. Itt lesz a smink. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Mindjárt visszajövünk ide, csak előbb lepakolom a cuccomat. És itt van az öltöző, meg a fodrász részleg. Remélem nem öltözik senki. Hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Úgyhogy akkor én itt lepakolok, és megyek a sminkbe. Véget ért ez a hosszú nap, én nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, és remélem, hogy sok hasznos információt tudtam nektek adni az i3-ról, úgyhogy jó pihenést mindenkinek, sziasztok!